Remélem mindenki kipihente magát, és akkor nézzük, hogyan is megyünk tovább. Tehát ugye van ez a skalális szorzatunk, és hát remélem mindenki jól emlékszik rá, hogy azért középiskolában vettük, hogy hát az A kör B, az felirat úgy, hogy az A-nak a hossza szorozva, a B-nek a hosszával szorozva a közbezárt szöggel, koszinusz gamma. Wow! Ugye? Tehát itt az A pont, hogy ez itt az origó, A, ez itt a B pont. Jó, lehet vektorokban is gondolkozni. Ez itt a gamma. Nyilvánvalóan ez itt az A-nak a hossza, ez itt a B-nek a hossza. És akkor ugye így is kiszámolható. Tehát alapvetően ugye az R négyzeten, ha van egy skalális szorzatunk, akkor ez nyilván lehetőséget biztosít arra, hogy tulajdonképpen szöget tudjunk mérni. Ennyi van ilyen helyvektoroknak a szögét tudjuk mérni. Ami hát nyilvánvalóan általános telekben, hát azért elég furcsa lenne a színusz meg a koszinuszra azt mondani, hogy húp, ez bezárt szöge, az milyen legyen, vagy nem. Ha csak nem, az pontosan a nullával lesz egyenlő, tehát azért ebből kijön, ugye, hogyha az A merőleges a B-re, tehát a közbezárt szög az 90 fok, akkor természetesen, tehát ha akkor az A kör B az egyenlő nyilvánvalóan nullával. És akkor itt nyilván általánosan mondhatjuk, hogy ugye veszünk egy ilyen belső szorzat teret, és akkor definiálhatjuk azt, hogy az X, tehát ezt definiálhatjuk így, hogy X merőleges az Y-ra, ha ugye a belső szorzatuk az nulla. Tehát itt a belső szorzatnál nem csak a nulla vektornak lesz lehet ugye önmagával, tehát nyilván a nulla vektornak önmagával vett belső szorzat az nulla, de hát lehetnek két tetszőleges vektornak is nulla a belső szorzata, és akkor ez a definíciója, és hát ha majd valamikor valahogy eljutunk oda, akkor ugye ortogonális rendszerekről, például színusz-koszinusz rendszerek, hogy azok tényleg ortogonálisak, tehát hogy maga a színuszfüggő meg a koszinuszt egymásra merőlegesnek fogom mondani, hát az nyilvánvaló, hogy ez alapján fog történni, hogy majd definiálunk egy belső szorzatot, ami a kettőre vonatkozóan nullát fogja adni. De hát, nem tudom, mikor érünk oda. Ha így hallok, sose. No, jó. Menjünk, akkor megvan a merőlegességet, megbeszéltük. Tehát konkrétan, ha más szögről lenne szó, az azért, hogy problémánk van általánosan. De a merőlegesség nagyon egyszerűen tárgyalható így ezek alapján. Jó. És a következő tulajdonság van, ami még érvényes. És ezt a paralelogramma szabálynak is szoktuk mondani. Tehát alapvetően remélem, hogy mindenki tudja, ismeri a koszinusz tételt, mert az alapján dolgozunk. Tehát itt van, ugye, fölveszem ezt akár két vektort, hosszról is beszélhetünk, teljesen mindegy. És akkor eleve tudjuk, hogy ugye ez az átló adja meg, hogyha vektorokról beszélünk, ez itt az X vektor, ez itt az Y vektor, akkor nyilván ez itt a X plusz Y vektor, és ez a másik átló ide mutasson, akkor nyilvánvalóan ez itt az X-ből Y vektor. Na, X vektor meg Y vektor. Bocsánat, X vektorból Y vektor. Jó? Tehát eleve ezeket tudjuk. Na most, hogyha azt nézzük, hogy ugye a koszinusz-szinusz tételt, hogyha ismerjük, tehát itt akkor már a hosszakról kell beszélni a koszinusz tételnél. Jó, tehát akár veszünk egy háromszöget, ez itt ugye az A, ez itt a,
legyen A, B, C, ez itt a gamma szög, akkor tudjuk, hogy C négyzet, az egyenlő A négyzet, meg B négyzet, mínusz 2AB-szer, koszinusz gamma alapján van. Tehát itt síkon vagyunk, aztán majd nyilván megnézzük, hogy hupsz az általánosításnál is kijön. Tehát akkor ezt az összefüggést tudom, akkor most itt a vektoroknál mit is mondhatunk. Tehát ugye ennek a két vektornak a hosszának, tehát az x plusz y-nak a hossza. Most elhagyom már ezt a vektor jelölés, jó? Nem baj? Na. Tehát x plusz y-nak a négyzete az esetünkben ugye nem lesz más, mint, tehát hogyha itt erre írom föl, tehát ez lenne a C oldal, akkor ez természetesen az x-nek a hossza, hosszánk a négyzete, meg az y hosszánk a négyzete, mínusz kétszer, hogy itt a hosszakat kell írni. Y hossz szorozva, koszinusz. X plusz y-ra írtam föl, hát nem a legszerencsésebb, az a vetőn, itt az ábra alapján. Úgyhogy ki is cserélem gyorsan, x-y-t fogok írni, x-y, mert ugye ez a szép háromszögünk van, ez itt a szög, ez itt a gammánk, és akkor ez itt koszinusz gamma. Elég akartam a pozitívosat, na mindegy. És akkor x-y, a négyzeten, akkor most ezt a háromszöget nézem, akkor természetesen ugye ennek a oldalnak a hossza is ugye az y a vektor hosszával lesz egyenlő, de a szög itt, ez itt, ugye itt ez a 180 fok mínusz gammával lesz egyenlő, és az x négyzet meg y négyzet, hossz négyzet mínusz kétszer, x hossz, y hossz, és itt van a koszinusz, és akkor pi mínusz gamma. Oké, hát itt gyorsan, majd el is tőlöm, nem is tudom, hová jöjjön föl. De fölé, koszinusz pi mínusz gamma, ez egyenlő koszinusz pi, koszinusz gamma, mínusz miatt, ez plusz szinusz P színusz gammával lesz egyenlő. A színusz P az nyilvánvalóan egyenlő nullával, koszinusz P az mínusz egyet, akkor itt mínusz koszinusz gammát fogunk kapni. Tehát ez itt mínusz koszinusz gamma. Tehát mínuszon mínusz az plusz lesz, úgyhogy ezt a kettőt összeadom. Vagy x plusz y a négyzeten, meg x minusz y a négyzeten, az egyenlő kétszer x négyzet, meg kétszer y négyzet. Jó? És akkor ezt hívjuk paraboló szabálynak. Tehát, hogy ez érvényes itt a síkon. Jó? Wow! Hát ez alapvetően oké, kell hozzá koszinusz tétel, nagyon sok mindent kell, tehát alapvetően azt feltételezem, hogy ezt ugye már ismerjük, és akkor nézzük, hogy általánosan kimondhatjuk-e, tehát megvan egy belső szorzatterünk, ugye az definiálja itt ezt a normát ezek összefüggés alapján, akkor igaz lesz-e? Na most itt ugye ez nyilván a normát kell csak írni, tehát itt a x plusz y normájának a négyzete, meg x minusz y normájának a négyzetét írom. Na, hát akkor nézzük, ez mivel is lesz egyenlő. Hát nyilván nem fér. Ide fér? Nem fér. Tehát akkor ez nem más, mint ugye az önmagával vett a belső szorzat, de itt négyzetem van, akkor csak simán, ugye a négyzetben belső szorzatot kell írni. Tehát x plusz y, ó, ez még oda is fért volna, meg
x minusz y. Odaírom. Biztosan kifélik a végére. Tehát ez itt x plusz y, meg x minusz y, x minusz y belső szorzata önmagával. Jó. Nézzük, akkor ez egyenlő. Itt kihasználjuk, és tényleg csak R fölött maradok, jó? Tehát, hogy akkor nyilván az első meg a második változójában is lineáris. Tehát akkor nézzük, nyilván itt sok tagunk van, tehát x-szer x, akkor van meg x-szer y, ez az ugyanaz, mint y-x, mindegy, ez következő plusz y-x, és van plusz y-y belső szorzatunk. Na most akkor ehhez hozzá kell adni, plusz, nézzük, akkor itt az elsőre nincs x, x, és itt a következő, hogy az x-et kell megszorozni mínusz y-nak, belső szorzat, értendő ez a szorzás. Jó, akkor a mínusz kiemelhető, tehát akkor a mínusz 1, akkor ez itt mínusz x-y lesz. Következőnél ugye azt fogjuk kapni, hogy mínusz y szorozva x-el, második változóból is ki lehet hozni, tehát az mínusz yx, és utána mínusz mínusz y, hát ez akkor ki lehet hozni mínusz mínusz, mind a kettőt, tehát ez is plusz y, y-nál lesz egyenlő, azaz azt kaptuk, hogy egyenlő, jól látható, kiesik, kétszer xx, meg kétszer y, azaz egyenlő kétszer, hogy ez itt az x-nek a normájának a négyzete, kétszer y normájának a négyzete. Jó, tehát mit kaptunk? Azt kaptuk, hogyha a norma az a belső szorzatból származik, akkor teljesül ez a paralelogramma összefüggés. Ez az összefüggés. Paralelogramma egyenlet. Ja. És a több helyünk nincsen, hogy megmutassuk, hogy visszafelé, hogyha veszünk egy olyan normát, amely teljesíti ezt a paralelogramma összefüggést, akkor az tulajdonképpen egyértelműen definiálja egy belső szorzatot, és nyilvánvalóan az összefüggés, ugye, nyilván ez lesz az összefüggés, ez az összefüggést adja vissza. Tehát akkor magyarul egyértelműség megvan. Tehát még egyszer, a belső szorzattér az egy normát definiál ezzel a tulajdonsággal. Visszafelé, hogyha van egy normánk, ezzel a tulajdonsággal, akkor a definiáltunk egy belső szorzatteret a norma segítségével úgy, hogy ez az összefüggés lesz érvényben. Jó? De hát ez már tényleg nem fér ide. És tulajdonképpen ez a plusz feltétel mutatja, hogy ha veszünk egy olyan struktúrát, ami ugye banaktér, de a norma nem teljesíti ezt a paralelogramma összefüggést, paralelogramma tételt, akkor nyilvánvalóan ez nem lehet Hilbert tér. Jó? Hát ide már semmi nem fér.